Már 7:30-kor egymás után egyre többen érkeztek a szavazópolgárok Magyarország szabadkai főkonzulátusának épületébe. Többen is, pontosan 1945-en itt vették át a szavazólapot tartalmazó levélcsomagot, van, aki pedig itt is adta le. Mások viszont most éltek szavazati jogukkal is a helyszínen voksoltak, erre szavazófülkéket állítottak fel. A lakosok fontosnak tartották, hogy éljenek állampolgári jogukkal. Ettől függ a jövőnk, a gyerekeink jövője, és olyan kérdés van most, olyan kérdésbe döntünk, ami szerintem mindenkinek létfontosságú. Azok a vajdasági magyarok is részt vehettek a magyarországi választáson, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, azonban átjelentkeztek és a külképviseleten szerették volna leadni voksukat. Izsákra lettem bejelentve, izsáki lakcímkártyám van, és kértem, hogy elektronikus úton, hogy tegyék át ide Szabadkai, hogy ne kell Izsákra utaznom. Könnyebb itt. Persze, nagyon megkönnyítette az egész folyamatot. A kora délelőtti órákban időnként kisebb sor is kialakult Szabadkán. A Szabadkai Külképviseleti Választási Iroda elnöke 18 óra 30 perckor nyilatkozott stábunknak. Szabadkán a választópolgároknak a névjegyzékbeli száma az 755 fő, ebből a mostani pillanatig, tehát fél hétig körülbelül 680 fő adta le a szavazatát. A szavazás egész nap rendben zajlott, semmiféle rendkívüli esemény nem történt. A külképviseleteken leadott szavazatokat nem nyitják ki a helyszínen, hanem Budapestre szállítják és ott számolják majd át a szavazatokat.